Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával, a gazdag pedig az ő alacsonyságával, mert elmúlik, mint a fűnek virága, mert felkél a nap az ő hévségével, és megszárítja a füvet, és annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész, így hervad el a gazdag is az ő útjaiban. Jakab levele első fejezetéből a 9., 10. és 11. verset idéztem. Ez egy nagyszabású gondolatmenetbe van beágyazva ez a három vers. Azt mondta el az előzőekben Jakab apostol, hogy örüljünk az életben a megpróbáltatásoknak, mert amiket nem mi szerzünk magunknak, tehát nem mi provokáljuk ki, hanem Isten engedi meg a számunkra. Örök példám mindig ez, hogyha valaki elveri a pénzt a kocsmában, akkor maga szerzi a megpróbáltatást, hogy nem lesz mit a családjának adni. De hogyha emelik az árakat, és már dupla, tripla az ára a dolgoknak, hát ezt nem mi szereztük, csak esetleg közvetve vagy úgyse, ezeket a megpróbáltatásokat örömmel fogadjuk. A hitünk megedzéseire valók ezek. Kitartást, álhatatosságot szülnek az emberi jellemben, ami az emberi jellemnek csodálatos csiszolódását vonja maga után. Ha elbukunk is közben, és éppen nem tökéletesen viselkedünk, pedig a tökéletesség az egyetemes emberi életcél a Biblia szerint, a hétköznapokban is ezt kérjük, hát nem azt kérjük, hogy majdnem elértem a vonatot, hanem tökéletesen elérjem a vonatot, majdnem ötös lett az osztályzat, de hát így csak hármas lett. Ugye nem ezt kívánja senki se, ha utazik, vagy gyermekének az iskolában. Ha a tökéletességet nem érjük is el, akkor is van megbánás, van őszinte odafordulás Istenhez, segítségkérés, és utána el fogjuk érni a tökéletességet, és elérjük a vonatot, és ötös lesz az osztályzat. És ezután fűzi bele Jakab ezt a három verset, mert az életben az emberek nagyon sokat beszélnek arról, hogy ki a gazdag és ki a szegény, kinek megy jól, én meg olyan gyönge és szegény és elárvult ember vagyok, és ezért először a szegényekhez fordul, és azt mondja, dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával. Értjük ezt? Ha valaki alacsony sorsú, szegény, pór ember, na de mégis életben maradtam. Mégis valaki táplál engem. Micsoda nagyság ez? A kicsiből jól kijönni nagyobb nagyság, mint a sokból kijönni. Aki alacsony sorsú, aki szegény ember, és nagyon sok szegény ember dicsekedett a történelemben az ő alacsony sorsával, mert így is meg tudott élni, mert van az életben odafigyelés, takarékoskodás, másokon való segítség. Pávó gazda, Rüneberg nagy költeménye, mégis a világirodalom egyik legnagyobb műve, hogy amikor valakinek a tavaszi, majd később a nyári viharok elverik a termését, és a harmadik évben már jön a jó idő, és már nem kell felerész kérget sütni a kenyérbe, és örül a felesége Pávó gazdának, hogy milyen jó világ köszönt ránk, akkor azt mondja ez a gazda a feleségének, most is felerész kérget süss bele a kenyérbe. Hát nem látod, elfagyott a szomszédunk vetése. Csak a szegény emberek tudnak igazán figyelni egymásra. Csak akik már éheztek és fáztak, azok tudják jól, hogy mi az éhség és mi a hideglelés. Ezért lehet alacsony sorsúnak dicsekedni azzal, hogy az alacsony sorsban is valaki megtartja, és az alacsony sors fölé emeli. Lehet, hogy én fizikailag szegény vagyok, de lelkileg gazdag lehetek. Lehet, hogy nincs annyi pénzem, de micsoda tapasztalataim vannak, micsoda kitartásom, micsoda pénzem meg nem vásárolható erők állnak a rendelkezésemre. Ezért beszéltem most egy kicsit sokat a szegényekről, mert olyan sok ember még Magyarországon is szegénynek tartja magát. El szoktam küldeni iskolákba a kongói diákomat, aki elmondja, hogy Kongóban hogyan és miből élnek meg az emberek, és utána elcsitul a panaszkodás hangja.
De a következő alkalommal szeretnék a gazdagokról is beszélni. A mai nap a szegényeknek jó hír, hogy kívül lehetünk szegények, de belül annál inkább gazdagokká válhatunk. Kövessük ezt az utat!